Ma már országszerte közmegelégedés övezi a közigazgatásban szükséges ügyintézéseket. Ezzel kezdte sajtótájékoztatóját a kormányablakokért felelős miniszteri biztos, miután egyeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal hivatal és főosztályvezetőivel. Magyarországon 2011-ben vált világosan ketté a közigazgatási és önkormányzati jogkörök és ezzel kapcsolatos ügyintézések hatásköre. A hálózat évről évre terjed, megyénkben pedig a miniszteri biztos szerint is megfelelő a háttér a gyors és hatékony működéshez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyakorlatilag elkészült a komplett hálózat. Míg más megyékben vannak még olyan okmányirodák, akiket át kell alakítani kormányablakokká, itt a 25 kormányablak, amiből Nyíregyházán 3 található, és a 2018 óta működő kormányablak busz, valamint a települési ügysegédrendszer, az én meglátásom és az itteni kollégák meglátás alapján is egyrészt átlag feletti, a másik pedig az, hogy további bővítésre nincsen szükség. Azt gondoljuk, hogy a megyének a lakossága megfelelő színvonalon el van látva ezzel a hálózattal. Védőplexin keresztül zajlik az ügyintézés és kötelező a maszkviselés. Ezeket a szabályokat valamennyi közigazgatási ügyintéző irodára kiterjesztette a kormány. Emellett minden belépő ügyfélnél lázat mérnek, és kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata is. A járvány első hullámával ellentétben ma már nem kötelező, de mindenképpen ajánlott előre időpontot egyeztetni az ügyek intézéséhez. Érdemes emellett interneten vagy akár a kormányablak applikáción keresztül is tájékozódni arról, mely ügykörök intézhetőek el személyes megjelenés nélkül. Ami rendkívül fontos az az, hogy egyre több lehetőség nyílik meg az ügyintézésben az elektronikus alapú ügyintézésre. Ez ügyben is én biztatnék mindenkit, hogy mielőtt fogja magát autóba ül és eljön az ügyfélszolgálatunkra, az ezzel kapcsolatos, az ügyintézéssel kapcsolatos információkat gyűjtse be, mert elképzelhető egyébként, hogy az az ügy, amiben ő fel kívánja keresni a kormányablakot, az az ügy elektronikusan is intézhető már. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az irány az, amely nagyon fontos lesz továbbra is. Jelenleg egy kormányablak átköltöztetése van folyamatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyírbátorban a tavaly átadott járási hivatalban fog hamarosan működni az ügyintézés. Az ügyfelek egyébként közel 3/4-ében okmányügyekben keresik fel a kormányablakokat. Ez tavaly több mint 16 millió elintézett ügyet jelentett. Bár idén a személyes megjelenések száma csökkent, szeptember végéig így is közel 8 millió ügyintézést bonyolítottak le az ügyfélirodákban.